Minden évben átadja a Spiel des Jahres zsűri az év társasjátéka szakmai elismerését. Ez a társasjátékos Oscar-díj, hatalmas nagy elismerés, és már a bejelentés környékén nagyon izgatottak a kritikusok meg a közönség, hogy hú, vajon melyik játékok jutnak be a shortlistre, akkor melyik lesz a legjobb három, és már játékok feltüntetik, hogy én bejutottam a legjobb háromba, és idén a Képérzék című játék nyerte meg ezt a végtelen hatalmas nagy elismerést, beírta magát a társasjátékos történelemkönyvekbe. Ezen kiadáson még csak ez a kis, bejutottam a legjobb három jelölés található, de ezután hamarosan rajta lesz a klasszikus, nagy, szép, mosolygós, koszorús bábú logó, hogy ez a játék nyerte meg az év játéka díjat, és elhatároztam, hogy izgalmas alkatrészei miatt egy dobozbontást fogok ezen a játékon csinálni. Nézzük meg egyesül az alkatrészét, hogy pontosan mit is tud. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk lag. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Ez a játék 2019-ben tavaly Essenben, Essen környékén debütált, és elsősorban az izgalmas alkatrész készletével hívta fel magára a játékosok figyelmét. 3-5 játékos részére optimalizált 30 perces modern társasjáték, nem hosszú, 8 pluszos, akár kisebb gyerekekkel is játszható, képérzéket fejlesztő társasjáték, melyben a játékosok a doboz ígérete szerint húz egy jelzőt a zsákból, ami megmutatja, melyik lesz a titkos képed, alkossd úgy a titkos képedet az alkatrészek segítségével. Én szeretem, amikor egy játék izgalmas alkatrészekkel dolgozik, és bár én már játszottam ezzel a játékkal, és találkoztam ezekkel az alkatrészekkel, de doboz bontani mindig nagy élmény, és elhatároztam, hogy a saját példányomat veletek együtt bontom ki. Nézzük meg együtt, hogy újra felfedezni ezeket az alkatrészeket, pontosan milyen érzés. De hogy egy picit csigázzalak benneteket, beszélnék egy picit a borítóról, ami, kimondom, nekem kevéssé tetszik. Érzem rajta ezt a P.D. Verlag, mint a Concordia című játék esetében olyan, nekem picit sufni tuning hatású, a szedett vetett egyébként, szerintem, hogyha ügyesebbek, akkor tudnának szebbet is, és azt kell mondjam, hogy a Dixit után nekem egy picit elvárás a szép játék, és nekem a képérzék, a pictures mérsékelten felelnek meg, de hát lássuk, tán az alkatrészek egy picit módosítanak ezen a borító okozta kevéssé sikerült élményen. Kapunk egy játék lapot, nem is szabályt, igazából az egyetlen egy lap, egyetlen egy oldala, családi egyszerű játékról van szó. Egyáltalán nem bonyolultak a szabályok, minden egyes szépen, minden szabály szépen konstruktívan le van írva. Kapunk egy kinyomkodós ívet, a kinyomkodós íven rögtön az egyik alkatrész figyel, szépen elhagyják helyüket ezen alkatrészek, mindenféle jelölés, mindenféle számokkal marad ez a kis steril hatás. De szépen öröklődött a Csak egy című játék után, de Csak egy is ilyen absztrakt hatású, nagy közönség szemmel készült játék. És hát az alkatrészek, mindaz, amiért a dobozbontás készül. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, érkezik a cipőfűző. Értek, fűzőcskék? Igen, a játékos képet fog alkotni ezen alkatrészek segítségével, és ki tudja, hogy mennyire konstruktívan tudja felhasználni ezeket az alkatrészeket. No, de menjünk tovább! Minden egyes játékban mindegyik alkatrész játszik, csak mindig más játékos használja. Érkeznek a fa alkatrészek. No de, jöjjenek a piciny színes kockácskák. A piciny színes kockácskák keretbe fognak kerülni. Ez lesz a keret, és ebbe a pici keretbe megfelelő irányzékkal érkeznek majd meg ezek a pici kockák. És így alkot a játékos majd egy képet, és ez alapján kell a többieknek rájönni, hogy ez melyik képre utal. És olyan az, amitől én letettem az állam. Vannak itt, kérem szépen, fa hengerek, vannak kövek segítségével. Milyen elképesztően izgalmas, hogy modern társasjáték behozta ezeket a természetes, egyébként már máshol látott alkatrészeket, csak nem feltétlenül társasjátékos formában. Kaptunk köveket is ahhoz, hogy képérzékünket fejlesszük, és kaptunk kártyákat. Bizonyos szempontból a játék főbb szereplői a kártyák, amiket vizsgálva a játékosok adnak egymásnak és maguknak feladványokat. Ezek úgy érzem, hogy ilyen stockfotó hatásúak. Simán lehetnének kócskártyák is. Nincs két ugyanolyan. És mindegyik kellően színes, és a kiadó állítása szerint kellően egyedi. És izgalmas feladvány lehet ahhoz, hogy a játékosok egymásnak megpróbálják ezeket ezen alkatrészek segítségével kommunikálni. No, de nézzük meg a másikat is. Nem spóroltak, van itt bőven kártya. Szimpatikus számomra, hogy a segélylet segíti eltávolítani a fóliát.
jó gazdag kártyakészlettel dolgozunk, de többen kommunikálták, hogy simán használhatunk más ilyen kártyakészletet. Többeket láttam már Dixit kártyákkal játszani ezt a játékot. A játék ezeket adta alapból, illetve a játékhoz mindenféle egyéb jelölés van még más hátoldalra ellátva. Kapunk egy zsákot, klasszikus zsák, kényelmesen az én szép nagy kezem is kényelmesen belefér. Több nagy ívű simítózáras tasakot, jó sokat, hogy mindennek szépen helye legyen, és kapunk egy pontozó tömböt is, játékosok nevével is, hogy pontosan hány pontot gyűjtöttek az 5 forduló alatt. Az 5 forduló arra jó, hogy mindegyik játékos mindegyik alkatrészsel találkozzon, tehát mindegyiket kipróbálhatja majd mindegyik játékos, és van bőven itt játékoknak hely, de aki szeretné később is laminálhatja, többeknél láttam ezt a megoldást. Nos hát, ezt tartogatta számunkra a Képérzék című játék extravagáns alkatrész készletével. Alig várom, hogy minden játékos számon kipróbáljuk, és természetesen bemutató is érkezik majd ebből a játékból. Nagyon szépen köszönöm ezt a játékot a Gameclubnak, hatalmas nagy örömmel ismerkedtem meg újra ezekkel az alkatrészekkel, és bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, és egy megosztást, hogy minél többek kezé jusson ez a dobozbontó tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok!